Az euró árfolyamát mutatja ez a grafikon forintban. Jól látszik, hogy akár néhány percenként is 15-20 forintnyi gyengülést vagy erősödést mutat az árfolyam. A Magyar Nemzeti Bank alelnöke is nyilatkozott tegnap, hogy egy 600 milliárd forintos spekuláció is gyengíti, illetve néhol erősíti a forintot. Ha megnézzük az elérhető árfolyam táblákat, akkor azt látjuk, hogy percről percre, óráról órára ugrándozik 5-10-15-20 forintokat a forint, ami nem jó. Tehát természetes, hogy egy sokkal erősebb forintra lenne szükség. Én azt gondolom, hogy a kormány, Magyar Nemzeti Bank lehet, hogy egy picit későn, de megkezdte azokat a lépéseket kamatemeléssel, amik stabilizálhatják az árfolyamot. Minden esetre most nagyon nehéz helyzetben vannak azok a cégek, amelyek euróban számolnak el, vagy importálnak, mondja a főtitkár. Rabszabolcs szerint a magyar gazdaság kitettsége miatt a hozzáadott érték haszna a külföldi befektetők országaiban csapódik le. A magyar kormánynak a legfontosabb, talán legsürgetőbb dolga, hogy a hozzáadott értéknek az itthontartásával kezdjünk el valamit csinálni, illetve ez megint geopolitika, tehát hogy honnan jön majd nekünk a gáz? Milyen csatornán jön az olaj? Hogy fog ez az üzemanyag árakban jelentkezni, ahol most ugye egy 480-as plafon van, de hát a nagy kerár már 600 forint fölött van. Meddig tartható ez? Meddig tudja finanszírozni a kormány, hogy kvázi limitálja a kiskereskedelmi árat? Ezt nem tudjuk. Ha ezt elengedik, akkor 650 forintos benzinnel számolhatunk. A gáznál pedig, ha nincs meg a kormány által finanszírozott rezsicsökkentés a lakosság számára, akkor sokszorosára emelkedhetnek a háztartások számlái. Nehéz megmondani, mi lesz, de a legfontosabb, hogy a háborút minél előbb be kell fejezni, mondja a főtitkár.